Vas Albert, jönnek. Második kazetta, második sáv. Olyan volt az egész, mintha egy zsiványbandának, azt mondta volna a vezére. Nyakunkon a csendőrség, szaladjon ki, ahová akar, vigyen magával, amit elbír, ezennel feloszlatom a nemes társaságot. A titkárnál egymást taposták a tisztviselők, mindenki telefonálni akart, mindenki vagont akart kapni a bútorainak, mindenki még ma, most azonnal akarta a teherautót. A titkár pedig csak káromkodott és csapkodta az asztalt, s egyre azt hajtogatta, hogy nem ő a prefektus és nem ő az Isten. Na, gondoltam magamban, amíg én itt szóhoz jutok, addig eltelik egy kis idő. De mit ad Isten? Alig akadt meg a titkár úr gyík szeme rajta, már is seperni kezdte útjából a siránkozó kollégákat, s úgy rontott rám, mintha én lettem volna az ő számára a megváltás abban a percben. A puskákért jött, ugye? Kérdezte, s még hozzátette magyarul, miután jól összeülelgetett. Már félre is tétettem önnek, azonnal itt lesznek. Csak a prefektus úr engedélyét kell megszereznem. Várjon, kérem, egy percet, azonnal megyek az öreghez. Néhányan akartak még szólni hozzá, azokat megvetően félretolta, s eltűnt a párnázott ajtó mögött. Kis idő múlva újra kint volt, vakarta a fejét, és hátra bökött az ujjával. Akar a vén tolvaj valamit, menjen be hozzá! A róka pofájú kis regáti ezredes előbb megnézett jól, aztán megkérdezte. A puskákért jött? Azokért, felelte. Hát én azokat nem adhatom még ki. Miért? Mert, hát arról van szó, hogy maguk esetleg lövöldözni fognak velük. Már nem reánk, mi nem félünk attól, hanem a bevonuló magyar csapatok miatt mi kötelesek vagyunk a fegyvereket mind összeszedni és elvinni, nehogy incidensek legyenek. Mi arra nagyon kell ügyeljünk, tudja? Hanem magának nagyon szép puskái vannak, és én szívesen kiadnám őket, mert magam is vadász vagyok, csak hogy adjon nekem is egy puskát ajándékba. Már az elején tudtam, hogy ki fog bújni valahol a szög a zsákból, amit majd meg lehet ragadni, és magamban 2-3 ezrest rá is szántam olajra, hogy csúszson a dolog. De hogy egy puska kelljen neki, arra nem számítottam. Minden puskámhoz ragaszkodtam, mindegyikhez fűződött valami kedves emlék, egyformán kedves volt valamennyi. Melyiket adjam hát oda? Tétováztam. Az ezredes várt egy pillanatig, aztán roppant előzékenyen megrázta a fejét. Na, de nem muszáj. Csak úgy gondoltam, elvittem volna emlékbe, hogy legyen valami emlékem Erdélyből. De hát, ha nem akarja, úgy a világért sem. Ott vannak mind a csendőrparancsnokságon, mindjárt rakják teherautóra, s viszik. Hát, nem muszáj, a világért sem. Nem hiába éltem 22 évet ebben az országban. Hamar felfogtam a helyzetet, vagy csak egy vész el, vagy az összes. Rendben van, mondtam keserűen, adok egy puskát, de én választom ki, hogy melyiket. Kezet fogtunk, ő írt egy darab papírra néhány szót, s azt ideadta. Az ajtóban megállított, komoly volt és ünnepélyes. Na fene, gondoltam, vajon mi kell még neki? Adja úri becsület szavát, hogy nem fog lőni a bevonuló magyar csapatokra. Nagyon rendesen viselkednek. Telefonálták nekem Szatmárból, s mi is kell ügyeljünk, hogy rendben menjen minden. Nagyon ostobán nézhettem rá, mert megismételte. Adja becsületszavát. Becsületszavamat adtam, hogy nem fogok kárt tenni a honvédekben, s a prefektus megnyugodva elbúcsúzott, s visszament íróasztalához. Onnan szólt még egyszer utánam. A csendőrparancsnokságon megkapja a puskákat. Aztán az enyémet küldje fel ide. Alig, hogy kívül voltam az ajtón, megrohant a titkár. Na, mit akart a regáti? Először is egy puskát, mondottam neki. Másodszor pedig lelkemre kötött, hogy nem szabad lőni a magyart. Románt, igen, kérdezte a titkás, nevetett. Úgy látszik, azt igen, feleltem, s nem nevettem vissza. A
csendőrparancsnokság udvarán halomszámra hevertek a ládák s mindenféle holmik. Két teherkocsit málháztak, az egyikre éppen akkor emeltek egy ruháskosár részkilincset. A prefektus cédulája alapján valóban megkaptam a puskákat. Egy őrmesternek kellett még adjak 100 lejt, hogy legyen ideje kiállítani az írást, amit alá kellett írjak, hogy átvettem őket. A vadőrrel elcipeltük a ládát a szekérig. Ott leültem, s gondolkozni kezdtem, hogy melyiktől váljak meg örökre. Mindegyiket sajnáltam. Az egyik első vadászpuskám volt, amit első keresetemből vettem. A másikkal lőttem első őszbakomat és szarvasbikámat, a harmadikkal céllövő versenyen vitézkedtem, a negyedik olyan jól hordott, hogy kár lett volna. Az ötödik feleségem kedvenc puskája, hatodik apámé, hetediket szegény nagyapámtól örököltem. Nagy fejtörés volt. Hosszú gondolkodás után elmondtam a vadőrnek is, hogy miről van szó. A jó ember nem is gondolkozott sokat, hanem egyből elkészítette a határozatot. Hát ez tiszta dolog, mondotta. Odaadjuk őkelmének a régi csőzpuskát. Ez nem is jutott eddig eszembe. A régi csőzpuska. Ott volt az is a többi között, dróttal és párgával össze-vissza kötözve, ahogy azt néhány évvel ezelőtt a csősz visszaadta, mert már nem lehetett riasztani sem vele. Ennek az ócska mordájnak még éppen, hogy puska formája volt, de már kinyitni csak nagyon körülményesen lehetett, különböző párgák és drótok megeresztésével, elsütni pedig éppen lehetetlen volt. Erre a puskára gondolt a vadőr. Nehéz dolog, ellenkeztem egy kicsit. Megharagszik a prefektus. Tessék csak rám bízni, legénykedett, majd eligazítom én. A gondolat minden esetre kellemes volt, nem kell megválni egyik puskámtól sem. Csak éppen az aggodalmaim okozta kis kellemetlenséget, de a vadőr nem hagyta megerősödni azokat. Jó lesz őkelmének az is. Tán csak nem adunk annak a tekergőnek egy ilyen fáim puskát a miénkből. Még ez is igen jó neki. Befogtuk a lovat, a puskás ládát elhelyeztük jól a szekérderékban, s még szénát vetettünk rá, hogy ne látszódjon. Csak éppen a csőzpuska maradt kéznél. Felültünk mi is, és elindultunk. A prefektúra előtt meg akartam állni, de a vadőr nem engedte. Tessék csak tovább hajtani a sarokig. Én szimatolok egy kicsit. Beódalgott a megyeházára, de a puskát még nálam hagyta a szekére. Jó hosszú ideig szimatolt, mert 2 óra volt már, mire előkerült. Jól van, mondotta. Most ment haza a prefektus úr ebédelni. Csak 5 órakor tér vissza. Meghagyta a szolgának, hogy hoznak egy puskát, tegye be az irodába. Hol leszünk mi már 5-kor? Felkapta a puskát, s eltűnt vele. 1-2-re visszajött megint, és az arca egyetlen vigyorgás volt. Ez megvan, ott áll a sarokban. Úgy fog az sietni este, hogy nem is lesz ideje megnézni, és reggel már megy a fenébe. Felkaptam a gyeplőt, s tovazörögtünk onnan. Rázott a szekér a Köves utcán, de a láda ott volt a széna alatt, s a ládában kedves puskáink. Úgy ültünk ott ketten a vadőrrel, hogy nem cseréltünk volna még a román királlyal sem. A tisztviselő lakások tájékán meg kellett álljunk egy percre, mert katonák zárták el keresztbe az utat. Ahogy ott áldogáltunk, s vártuk, hogy a menet elhaladjon, az egyik bútorhalmaz mellett ismerős ábrázatot pillantottam meg. Lötyögő ruha, sovány madárfej, 2 gyulladt szem, hű, hiszen ez az én szigurancabeli jó barátom. Ennek köszönni illik, ha már elmegy. Leszálltam a szekérről, és oda mentem hozzá. Nagy rakás bútor közepén témfergett, látszólag céltalanul kissé magába roskadva. Megszólította. Ismer engem? Rám nézett beteg szemeivel, aztán elbigyeztette a száját. Nem emlékszem. Én vagyok az a magyar, aki délután 4-től 6-ig álltam az irodájában egy aláírás miatt. Akinek annyi kedveset mondott, akit Budapestre küldött, nem emlékszik? Kissé sápadta bled, de nem emlékezett.
rázta a fejét. Úgy látszik, sok magyar fiatalember áldogált már abban az irodában, és hallgatta a főnök úr kisebbségi elméleteit. Nem tudott emlékezni valamennyire. Hát hogy is van az a géppuskás kisebbségi kérdés? Incselkedtem vele tovább. Bizonyára érdekelni fogja az itt maradt románokat. Az ember rám nézett, sápadtan és elgyötörve, s megkérdezte halkan. Mit akar tőlem? Egy lépésre közelebb mentem hozzá, mire behúzta fejét a vállai közé. Ne bántson, suttogta. Ránéztem és mosolyogtam. Ne féljen, mondottam, nem verem meg. Nem lenne semmi értelme. Az ilyen embert le kellene lőni, vagy bezárni az őrültek házába. Hanem figyeljen ide, tisztelt úr! Én nem tudom, hogy maga hová készül, de azt ajánlom, hogy menjen jó messzire. Oda menjen, ahol nincsenek magyarok, ott aztán csináljon, amit akar. De a magyarokat hagyja ezentúl békébe. Mert nagyon sajnálnám, ha egy magyar lenne az, aki magát egyszer agyonüti. Ezeket mondottam neki, aztán megmarkoltam egy kicsit elől a kabátját, s mert ennyivel mégis tartoztam magamnak, megráztam jól benne a lelket. Szegénynek rogyadoztak a térde, és hebegni kezdett. Ne öljön meg, uram, ne öljön meg! Elnevettem magam, s belelögtem egy karos székbe, amelyik éppen a háta mögött állott. Ne féljen, mondottam nevetve. Azzal visszamentem a szekérhez, felültem rá, s mert már szabad volt az út, elindítottam a lovat. A nyomorult sovány ember még akkor is ott ült a székben, ahogy odalögtem, s lógó fejjel csodálkozott utánam. Döcögtünk a szekéren, és sokáig nem szóltunk egyetlen szót sem. Teherkocsik dübörögtek el mellettünk, és göthös sovány lovak ágyukat vontattak az útszélen. Már a désaknai erdő mellett haladtunk, mikor halkan elnevette magát a vadőr mellettem. Na, prefektus úr, vadászhat az idén. Megcsapkodtam a lovat, s vidáman cöklettünk hazafelé. Menekültek érkeztek hozzánk. Először egy család, két apró gyermekkel, szekerekre való bútorral és annyi reménységgel a most fakadó magyar tavasz elé, amennyit egy férfi meg egy asszony lelke hordozni elbírt. A bútort beraktuk a csűrbe, a sok színű reményt pedig csiszolgattuk hosszú beszéddel, hogy majd így lesz, majd úgy lesz. Boldogok voltak, hogy átjöttek a határon, s bevárhatják nálunk a honvéd fegyvereken bevonuló rendet, pedig hivatalt hagytak el, s ha soványat is, de mégis kenyeret. Aztán fiatalok jöttek, most serdült legények, kik nem akartak Románia katonái lenni. Úgy jöttek ezek a fiatalok gyalog, kis batyúval a kezükben, de fürtösen és vígan csüngött bennük a reménység, a fölénk hajló magyar haza gondolatán. Jókedvűek voltak, pedig igazán nem volt rá semmi okuk, hiszen hajléktalanok voltak és vagyontalanok. Elhagytak családot és munkát, s csak éppen a ruha volt a testükön, batyuban egy rend változó és frissen mosott remény. De a reményből nem hoztak változót. Amelyiké elrongyolódik ezen az őszön, az télen fázni fog. Hozzánk gyűltek be a menekültek. Ettek a konyhán és aludtak az istállóban. És mikor a szatmári bevonulást közvetítette a rádió, egyszerre sírtak és kacagtak, és újongva kiáltották ők is, hogy éljen a magyar hadsereg. Pedig csak mi voltunk még ott és senki más. De már piros-fehér-zöld zászlót vartak asszonyaink a belső szobákban, már két fenyő hevert kidöntve a kertben, s várta, hogy díszkapuvá legyen. Már olyan volt az ég kupolája mezőink fölött, mintha a magyar szent korona csillogó árnyéka reávetődött volna messziről. A fiatalok összegyűltek a lóistálló mögött, ahol senki sem láthatta őket, s a himnuszt tanulták.
Ti budapesti magyarok, ti többiek, Alföldön és Dunántúl, tudjátok ti mi az a himnuszt énekelni? Halljátok templomban, iskolában, ünnepélyen, gyűlésen mindig? Gyermekeitek az iskolában tanulják. A mi fiataljaink nem hallották soha. Csak néha rádión, ha hozzájutottak, figyelték áhítattal és imádkozó szívvel a bűvös dallamot, melynek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni. Ha valaki mégis tudta, s énekelte, bajt szerzett vele magának, családjának, falujának. Aki tudta, is magában tartotta, de élt a himnusz mégis. Tudták, hogy van, és tudták, hogy imádság. Mikor már úgy érezték, hogy szilárdul lábuk alatt a föld, hogy a honvédek már nincsenek messze, szemérmesen, szinte szégyenkezve összegyűltek egy eldugott helyen az istálló mögött, s tanulták énekelni. Én láttam őket a kerítés mögül. Úgy álltak ott körben a fiatalok, levett sapkával, imádkozó arccal, mint templomban, ha úrvacsorát oszt nekik a pap. S egy öreg magyar osztotta a szót, a himnusz szavait. Átvették tőle egyenként a szót, és ették, mintha úrvacsorai szent kenyér lett volna, s itták rá a dallamot, részegítő borát mély magyar érzéseknek. Lassan botorkált torkukban a szó s az ének, a szemük könnyes volt, s az arcuk piros. Lábujjhegyen osontam el a kerítés mellől, s úgy éreztem magam, mintha fennjártam volna az olajfák hegyén. Szomszédok jöttek. Zajtalanul, szomorúan hajtottak fel hozzánk a kocsik, s ők úgy ültek bennük összehúzódva, mintha fáztak volna, pedig szép melegen sütött fölöttük a nap. Oda átról jöttek, búcsúzni jöttek. Bizonyisten olyan volt ez, mint egy temetés. Ültünk a szobában, és néztük egymást. Évtizedes, nem is. Évszázados barátság kemény ötvözete tartott bennünket össze. Olyan volt igazán, mint egy temetés. Halkan beszéltünk, és közömbös dolgokról. De bent a szavak alján nagy mondatok küzdöttek, érzések viaskodtak. Bent a gondolatok mélyén újra megöleltük egymást, és sírva megcsókoltuk egymást. Szomszédok voltunk, s jóban, rosszban együtt. Évtizedeken át mi magunk, évszázadokon keresztül őseink. Szomszédok, barátok, egy örömben vígadók, egy bánatban sírók. Ha történt velünk valami jó vagy rossz, átfutottunk és elmondtuk egymásnak. Megsegítettük s megvigasztaltuk egymást, ha kellett. S nehéz években biztatgattuk egymást, halvány remények gyertyalángja mellett, hogy egyszer még eljön a hajnal. És a hajnal eljött. Nekünk. Együtt vadásztunk, ha vadászatok ideje volt. Másztuk a hegyeket, és dicsérgettük, vagy bosszangattuk egymást. Vadászatok után bor mellett együtt örventünk annak, hogyha nehezen is, de mégis lehet élni. És együtt hajtottuk le gondterhelten fejünket, ha nehéz idők jöttek. Zaklatás, rossz termés, új adó. Ha kidőlt valaki közülünk, együtt temettük el. És ha született helyette más, baráti körünk új polgárának szeméből, együtt kutattuk bízó kedvel a távoli jövendőt. Ó, drága szomszédok! Csak ültünk egymás mellett szótlanul, és arra gondoltunk, hogy újra tél lesz, sötét és hideg, s mi nem járhatunk egymáshoz vidám vadászatra többé,
vidítani és vigasztalni egymást, hogy bírni lehessen az életet, akkor is, ha nehéz. Nem szaladtunk át egymáshoz többé, örömben, bánatban. Drága jó szomszédok, el fog jönni a tél, s erdőinkben üresen marad a helyetek, üresen marad asztalunk mellett is. Megtöltjük borral a poharakat, s nem issza ki senki. A mi helyünk is üresen marad oda át nálatok. Pajkos szóval nem csípkedjük egymást, nehéz gondban nem segítjük egymást, hogyan is lehet végig gondolni ezt. Itt voltak a szomszédaink, rátették lábukat erre a földre, amelyik már magyar. Beszívtak egy kicsit ebből a levegőből, hogy érezzenek valamit mégis a szabadságból. Aztán indultak vissza. Elbúcsúztunk. Talán sokáig nem jöhetnek felénk, talán sokáig nem mehetünk feléjük. Tudtuk, hogy súlyos nagy idők várnak reájuk odahaza, s ők tudták, hogy mámoros nagy öröm vár itthon reánk. Elbúcsúztunk. Nem estek nagy szavak, könnyű kis mondatok csupán, sorssal és önmagunkkal gúnyolódók, de éreztük valamennyien, hogy nagy és komoly pillanat, és rettenetes, súlyos pillanat ez, olyan éppen, mint egy temetés. Még megszorítottuk egymás kezét. A kezek, melyek annyiszor kulcsolódtak össze rosszban és jóban, még utoljára megmarkolták egymást. Aztán kocsira ültek, s a kocsi elindult. Döcögött, döcögött. A kertből még visszaintegettek, aztán meggörnyedt szomorú alakjukat elnyelte az idő. Ma már úgy tűnik, messze vannak. Emlékké mélyült kedves alakjuk, emlékké mélyültek a vadászatok, a vacsorák, emlékké mélyültek találkozásaink, melyek olyanok voltak a 22 éves fekete éjszakában, mint barátságos kicsi gyertyalángok, melyek életet jelentettek a sötétségben. Ma már messze vannak. A föld barázdás arcán csak annyi, mint eddig. Néhány lépés, egy lószusszanás. De rideg hivatali szobák szekrényeiben mérhetetlen távolság dermed közöttünk. Alig felismerhető, alig átlátható. S kezünk, ha egymás felé indul tapogatózva, szúrós drót sövényhez ütődik, és véres lesz, és fáj, amikor visszahúzzuk. Megjöttek az első átvonuló román katonák. Tépettek voltak, rongyosak, fáradtak. Délre megpihentek a réten, aztán tovább mentek. A falu nézte őket. Kíváncsian és félelemmel telve, ahogy szelíd falusi ember nézheti a katonát, akinél fegyver van, akinek minden szabad, aki jön és megy, és nem tartozik senkinek számadással. A nagy elvonulás első hírnökei voltak. Estére már jöttek mások. Azok letelepedtek a falu alatt, s közeli házak kerítéseiből hatalmas tüzeket gyújtogattak. Leszették a kertekből a kukoricát. Ami sarjút a réten találtak, a szlovaiknak adták, s úgy viselkedtek egészen, mintha övék lett volna a falu. Reggel, mikor tovább indultak, néhány román panaszkodni ment a tisztekhez, s a parancsnokot kereste. Egy százados durván leszitta őket, s azzal is maradtak, mert a parancsnok már akkor bent ült a gépkocsiban, és onnan legyintett egyet mérgesen feléjük. A menet megindult, senki sem törődött a panaszkodókkal. Egyik a kerítését siratta, másik a kukoricáját, harmadiktól elvittek egy bogja szénát. Ott álltak az útszélén, s nézték az elvonuló katonákat. Aztán az egyik nagyot s jelentőséggel valót köpött. Na, a mieink. Csak ennyit mondott, és egyik sem szólt rá semmit.
Álltak csendesen és szürgén az út mellett, míg elment minden katona és minden társzekér, még azután is álltak ott egy kicsit, néztek utánuk. Aztán, amelyik előbb szólt, újra mondta. Bizony, a mi testvéreink jó testvérek. Sóhajtkodtak, vakarták a fejüket, csöndesen szétoszoltak, kiki a maga otthonába. Mert estére újra lesznek itt katonák, s jó lesz eldugni minden eldughatót előre. Bizony úgy látszik, a katona csak katona marad mindig mindenütt. Aznap szüntelenül dübörögtek a társzekerek, s vonultak el a katonák át a falon. Lárma verte fel a csöndet, s az útszéli házak nyitott ablakain por húzódott be. De estére csend lett. Csak kívül a falun égtek szelíd tábortüzek. Olyan volt az éjszaka, mint mindig. Szelíd és magányos, hűvös szagú és békességet rejtő. Felvertek álmomból. Alig szürkült még, olyan fiatal volt a hajnal. Izgatott hang dörömbölt az ajtód. Tessék fölkelni, viszik a lovakat! Ruhát, csizmát pillanatok alatt kaptam magamra. Zsebre vágtam a revolvert, s már kinn is voltam. Sűrű, nehéz köd ült a ház körül, alig látszottak benne a kerti fák s a major épületei. A lóistáló előtt egy csapat katona állt. Két igás szekérbe éppen fogták be a lovaimat. Mi ez itten? Förmettem mérgesen rájuk. Egy káplár tetőtől talpig végigmért előbb, s csak aztán felelt. Hogy mi? Szekér kell és ló, ez a parancs. Kinek a parancsa? Az ezredes úré. Hadd lássam az írást. A katonák azonban már elkészültek a befogással, s felugráltak a szekérre. A káplár rájuk ordított. Indulni! Rávágtak a lovaimra, s vágtában dübörögtek el velük a major udvarból. Ugyanakkor újabb katonák bukkantak elő a ködből, futólépésben is kiabálva. Állj, megállni, állj! Kezükben lövésre készen tartott puskával értek hozzánk. A káplár ordított nekik valamit, azok visszaordítottak. A cselédek falfehéren álltak az istálló ajtajában. Minden lovat, marhát azonnal kihajtani az erdőre, rendelkeztem a megrémült ispánnak, de már késő volt. Egy ferdeképű őrmester kivált a lármázó katonák közül, és hozzám lépett. Ló kell! Ott vannak, mutattam a ködre, mely már elnyelte a szekereimet. Van még több is, förmett rám megint, azzal elindult az istáló felé. Elkaptam a ferdeképűt. Megállj, ember, az arra valókat elvitték már. Majd meglátom én, hogy mi arra való, rántotta ki a kabátját mérgesen a kezemből. S ha ellenkezel, lelőlek. Nyomaték kedvéért pisztolytáskájára csapott. Ellenkezzen veled a hóhér, dünnyögtem neki, de bölcsen magyarul, amiből persze egy szót sem értett. Románul azonban egyebet is fűztem hozzá, mert időt akartam nyerni, hogy a hátsó ajtón kiengedhessék az alatt a lovakat. Aztán mire kell a ló, kérdeztem. Nyereg alá? Szekérbe? Vontatni? Az őrmester egy pillanatra megállt, és tanácstalanul nézett rám ferdeképivel. Meglátjuk majd, mondotta végre. Mire lehet használni őket? Ebben a pillanatban azonban elordította magát egy katona, s lekapta válláról a fegyverét. Viszik őket! Viszik őket! Állj! Állj! Vége a második kazetta második sávjának. Vas Albert, jönnek. Harmadik kazetta első sáv. A hátsó ajtón ugyanis már eregették őket, de a köd nem volt elég sűrű, valamit meglátott belőle. Az őrmester előrántotta revolverét, s berohant az istállóba. A katonák pedig a hátsó ajtó felé futottak, ahol éppen akkor lépett ki egy csikóval a lovász gyerek. Állj meg! Állj meg!
A gyerek megijedt, elengedte a csikót, s az futni kezdett a nagy kiabálásra. Néhány csikó már kim volt, azok is megvadultak, s elrohantak a legelő felé. A katonák utánok, üvöltve és szitkozódva, akár az indiánok. Magam is utánuk indultam, kíváncsian, ami nagy hiba volt. Megfeledkeztem ugyanis az őrmesterről, meg a többi lóról. Alig haladtam a ködben néhány száz métert a futó katonák nyomán, amikor lentről újabb ordítozás riasztott meg. Alárma lentről jött, a ház vagy az istállók felől, a ködben nem lehetett pontosan megállapítani. Nosza, rohantam vissza megint. Visszaérkezve a majorban még láthattam hat ökör körvonalát eltűnni a ködben, s a mögöttük futkosó és ordítozó katonákat. Az öreg béres sírva állt az istálló előtt. Elvitték, instálom, a hat szép ökrünket, s kettőt a kancákból. Hát a többi ökör, ordítottam felé futás közben. Elhajtotta Laci az erdőbe őket, éppen készültem ezekkel is. Lassúak vagytok, mint a bivajok, mérgelődtem magamban, és néhány cifra káromkodás kíséretében futottam tovább a katonák s az ökrök után. A falu közepén értem utól őket. Közben a bírót is elcsíptem, s vittem magammal, hogy hivatalos személy is legyen a közelben. Az utca tele volt katonával, s elől ott vezette őket a hat ökör. Az ökrök mögött pedig egy főhadnagy kötőfékkel a kezében, s a kötőfék végén Elíz, a szép fekete kanca. Hí, az anyád ne sirasson! Futottam utána, rángatva magam után a bírót, ki az ijegységtől akkora volt csak, mint egy sovány sündisznó. Mi ez, főhadnagy úr? Hová viszi a lovamat meg az ökreimet? A főhadnagy rám nézett, aztán megállt. Sötét képű, csúnya, sovány ember volt. Sovány persze, mi is lehetett volna egyéb. Kövér ember ilyet nem teszen. Szúrósan megnézett, aztán rám ripakodott. Mit akarsz? A lovaimat s az ökreimet, mondottam neki. A zsebéhez kapott, s kirántott nagy mérgesen egy kötek papírt. Nesze, adok bont, nesze! De már ceruzát nem vett elő, hanem újra rám nézett haragosan, és visszagyűrte papírosait a zsebébe. Összeúszta a szemét, hogy a gonoszság éppen csak egy kis résen sugározhatott elő, de annál alaposabban. Kinyújtotta a nyakát, s úgy nézett rám, mintha azon gondolkozott volna, hogy villával egyen meg, vagy kanállal. Mi kell neked? Sziszegte. Mi kell neked? A lovak s az ökrök, ismételtem konokul. A főhadnagy elordította magát. Úgy? Nem szégyeled magad? Nem elég, amit ott hagytunk neked? Disznó, magyar disznó! Takarodj haza és fogd be a szád! Magam is mérges voltam, s ki akartam venni a kötőféket a kezeiből. Léptem egyet fel, és közben ezt mondtam. Rablók vagytok ti, vagy katonák? Egy dühös mozdulattal az oldalához kapott, s a következő pillanatban egy revolver fekete csövével nézhettem farkas szemet, és ordított. Meg akarsz támadni, mi? Akarod, hogy lelőjelek? Disznó, piszkos magyarja! És elkezdett szídni. Nem is szídás volt már, hanem mocskos és trágár szavak tömege, amit habzó szájjal rám zúdított. Mint éles szíjostor csapkodt a véresre az arcomat a sok ocsmány sértés, és a revolver fekete csőve a mellemnek szegezve. Akkor már az én kezem is zsebben volt, a hideg acélt markolta, és egy kurta, de pontos kis cső a szöveten keresztül a főhadnagyot nézte. Ujjam a ravaszon, s az ujjam reszketett. Az utca tele volt katonával, s a katonák mind minket néztek. És nekem családom volt odafönt a dombon, és ez egy pillanatra az eszembe jutott. Ekkor mondott valamit a bíró. És a következő pillanatban felé fordult a főhadnagy, s kilendülő ökle úgy vágta arcon a kis ilyet embert, hogy befordult nyögve az árokba. Aztán újra felém fordult, és rámordított. Akarsz még valamit? Nem, semmit, mondtam. És abban a pillanatban olyan nyugodt voltam, mint még talán soha. Kihúztam magamat nagyon egyenesre, s hátat fordítottam neki. Komoly arccal és halálos nyugodtsággal indultam haza, s a katonák szó nélkül nyitottak nekem utat.
Így volt ez, szóról szóra így. S ha akkor ütött volna az öklöm, csontot tört volna az ütés. És ha kiveszem kezemet a zsebemből, halál és vér lett volna az utcán, az biztos. De nem tettem semmit. És az úton hajtották tovább az ökröket, s a főhadnagy vezette kötőféken elízt a fekete kancát. Rendezett sorokban gyalogos menetoszlop jött szembe. Kis kövér őrnagy döcögött mellette, s én ahhoz mentem. Ugyanakkor három katona vágtatott el mellettünk lóháton, és ráismertem három tenyész kancámra. Őrnagy úr, itt viszik éppen a lovaimat. Rabolták őket, ökröt is raboltak. Az őrnagy jóindulatú kerekarcán sajnálkozó mosoly futott keresztül. Sajnálom, uram, nem tartozik rám, más csapattest. Igazán nagyon sajnálom, uram, hogy kellemetlenségei vannak. Sajnáljon téged az eleven ördög, gondoltam magamban, de nem tehettem mást, mentem haza. Szép lassan ballagtam felfelé a dombon, raktároztam magamban a bosszúságot, mint aki már végre ért a bajnak. Hát, ahogy felérek, a ház földszintjén feltörve az ajtó, s mindenütt katona. Szerencsére a feltört ajtó csak egy raktárszobát védett, s onnan nem juthattak tovább a fosztogatók. Kifelé innen! Ez nem istálló! Ripakodtam rájuk gorombán, s a hatás nem maradt el. Iszkoltak a pribékek, s hamarosan eltűntek a ködben. De az istállónál javában dühöngött még a háború. Ott állt az ajtóban a feleségem, mint egy kis dühös kínai kakas, és pattogott a katonákra, persze magyarul, amiből azok egy szót sem értettek. Vele szemben egy őrmester állt, lövésre készen tartott puskával, és a feleségem azt szitta éppen. Na lőjön már, lőjön le, nagy hős, rabló, gazember! Szégyelje magát inkább, s takarodjon innen! Hamar ott teremtem. A háború oka feleségem háthilova volt, és egy három éves méncsikó, melyek még mindig az istállóban voltak. A katonák vinni akarták őket, feleségem pedig nem engedte. Rablók, bestiák, disznók! Kedveskedett nekik, vörösre gyúlva, amikor odaértem. Hamar átláttam a helyzetet, és most már okosabb voltam, mint az elején. Szerencsére volt a zsebemben pénz, és oda nyújtottam az őrmesternek két darab százast. Az őrmester megnézte, zsebre dugta, morgott valamit, aztán intett a katonáknak, és elment. Na most elpucolni azt a két lovat. De alig kezdett neki a kocsis a két ló eltakarításának, újabb csorda ömlött elő a ködből. Egyikük kirántotta a kötőféket a kocsis kezéből. Gyorsan száz lejt adtam neki, s a kötőfék újra a kocsisnál volt. Most aztán szaladj! A másik ló újabb száz lejbe került, de vitte azt is a gyerek. Néhány pillanat múlva a major felett újra ordítozást támadt. Egy újabb banda hozta vissza a kocsist meg a lovakat. Két százas megint. Alig szabadult meg ez a két ló, újabb katonák jöttek. Feltúrták az istállókat, és megtalálták a két olba zárt disznót. Azok már 500 lejembe kerültek, de azonnal mentek is hazulról egy elhagyott szőlőpincébe. Végre minden istálló üres volt, s én nyugodtan leülhettem a ház előtti padra, s pipára gyújthattam. A katonák még özöllöttek egyre vadcsoportokban ordítozva, akárha rablók lettek volna, s azok is voltak éppen. Hol innen, hol onnan bújtak elő a ködből, igazi gonosztevő arcok, vad, sötét, elszánt tekintetek, s mindig futottak és kiabáltak. Az istállókkal már nem törődtünk, mert nem volt mit ügyelni bennük. A házba pedig nem mertek bemenni, mert ott voltunk mind az ajtó előtt, sötét néma csoportban mi háziak, s a menekült magyarok meg a cselédek. S bent a szobában 12 vadászpuska. Három óra hosszat tartott pontosan ez a hajnal ismerkedés a román hadsereggel. Három óra hosszat jöttek, ordítozva és fegyvert szegezve mindenkire, beözöllöttek az istállókba, a cselédházakba, betörtek egy-két lezárt ajtót, veszekedtek, ordítoztak, gorombák voltak és pimaszok. Három hosszú órán keresztül. Akkor ketté vált fölöttünk a köd. Kisütött a nap, s a katonák eltűntek.
Szép, meleg, ragyogó idő volt. És mi ott álltunk a zuhogó napfényben, fáradtan, piszkosan, színültig telve bosszúsággal. 12 ökör, 11 ló, néhány pokróc, kantár, lánc és nyereg, függönyök, ágytakarók, házi apróságok és a gyermekek hintája. Ez volt a veszteség. Sebesült a tehenész, kit puskatussal leütöttek. De utána a ragyogó idő jött az istállókra. Gondolkoztam ezen, és rájöttem, hogy tulajdonképpen nem csupán velem történt ez így. Egész Erdéllyel így volt. Rátörtek egy ködös hajnalon, és három hosszú, nehéz órán át, 22 éven át dúlták, rabolták, fosztogatták. Fegyvert szegeztek neki, és leköpték. Ocsmány szavakkal gyalázták, és pusztulással fenyegették. Három nehéz, ködös órán keresztül. És akkor hirtelen ketté vált a köd. Fényes pászmákban ömlött a nap, világos volt és tiszta a levegő, s a rablók eltűntek, mintha elnyelte volna őket a sötétség. És mi ott álltunk üres istállók mellett, dúltan, fáradtan és kirablottan. De szétnéztünk a ragyogó tiszta napsütésben, és egymásra nevettünk. Nevettünk, mert mégis megúsztuk valahogy, életben maradtunk. És a házban bent még megmaradt sok érték, a pincében két disznó, s az erdőbe rejtve néhány ló és tehén. Szép volt az idő, hosszú őszt ígért. Derült időt szántáshoz, vetéshez, hogy elkezdhessük az életet újból. Így volt, bizony így. Mesélni fogjuk még sokszor gyermekeinknek, hogyha felnőnek, tudják. Mert jó emlékezni arra, amin keresztül mentünk. Az ilyen emlékezésben erő van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S van benne bölcs tudása annak, ami emberi megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és méltóságos tisztán. Isteni igazságnak, mely abban áll, hogy élünk, mégis élünk, és süt ránk a nap, és hosszú ősz lesz, hogy vetés nélkül azért ne maradjunk. Vasárnap volt, amikor kiraboltak. Harangszó érkezett a nappal együtt, és megjött a pap Isten tiszteletre. Falunkban nincs magyar templom, de átjár hozzánk a pap egy másik faluból jó és rossz időben. És ilyenkor megtelik az előszoba magyarokkal, kik az Istenhez jönnek. Azon a vasárnapon is ott gyűltünk össze. Törődött cselédek, falubeli magyarok menekültek. És mi a család? A falról ősök néztek le komoly arccal. Átélt ijedelem, s a közeledő öröm közt álltunk fele úton. Egyszerre volt a lelkünkben bosszúság és jókedv, harag és szeretet, keserűség és öröm. Isten tudott akkor csak olvasni bennünk, s ő megtette bizonyára. Imádkoztunk és énekeltünk, hallgattuk a papot, ahogy Istenről beszélt, s az ablakon behallatszott az autót ülök, gépkocsi dübörgés, ahogy katonák meneteltek az úton. Éppen a mi atyánkba hasított bele egy trombita szó. Azóta sokszor jutott az eszembe, s láttam újra meg újra, hogy ott álltunk összekulcsolt kezekkel, de felemelt fejjel és egyenes derékkal, komolyan és félelem nélkül, és fülünkben összetalálkozott zsoltár és trombita szó. Az ősök néztek le a falakról, és meglehettek elégedve velünk. Zsoltár és trombita szó. Ez kíséri az ember útját végig a világon, és mindig a trombita szó a hangosabb. De mélyebbről jön a zsoltár, és erősebb, még akkor is, ha nem hallatszik kívül a falakon. Mert a trombitát egy torok fújja, a többi csak engedelmeskedik neki vakon, de a zsoltárt, ha halkan is, százezrek éneklik, és kezük fegyvertelen és békességre kulcsolódott. Homlokuk emelt és tiszta,
és munkának gondjai lakoznak mögötte, mely lassan és biztosan megtermi a jövőt. Bennünk is békességet termett akkor az Isten tisztelet. Harag és bosszúság elszállt a kedvünkről, igyekeztünk elfeledni a hajnalt, mely már messze volt, s csupán az üres istállók gondoltak még reá. Vittünk ki ételt az embereknek, kik az erdőn ügyelték az elbújtatott marhát. Fát gyűjtöttünk nekik, hogy tüzet tehessenek maguknak éjszakára, ha hideg talál lenni. Tehén, ló, jú, disznó békességgel legelt egy csomóban a széles tisztáson, s úgy álltak körülöttünk a fák, mintha bíztattak volna. Ne féljetek, megvédjük mi őket. Estére kiosztottuk a vadászpuskákat. Én kint vetettem ágyat magamnak a verandán. Ott dőltem le csizmástól, ruhástól, kezem ügyében fokos és serétes puska. Vártuk az újabb támadást. Most már nem a jószágról volt szó. Magunkról, az otthonunkról, mindenről. Nem tudtam aludni. Többször kimentem az udvarra. Hűvös, csillagos, szép éjszaka volt. A ház körül árnyak mozdultak néha, az őrök váltogatták egymást. Virrasztottunk. Lent az úton szünet nélkül dübörögtek a teherkocsik, s katonák meneteltek. A faluban egy-egy kutya ugatott mérgesen, s néha beledördült az éjszakába egy lövés. Így telt el az éj, és nem történt semmi. A honvédek akkor már désen voltak. És jött délben a megnyugtató hír, hogy már csak egyetlen ezred román katona van köztünk, de az itt tölti még az éjszakát éppen a falunkban. Délután 3 óra tájban pöfögő motorkerékpáron szállást csináló hadnagy érkezett. Megnézte a 2 vendégszobát, jónak találta őket. Rövid időre rá megérkezett az ezred. Rossior ezred volt, s egyszerre megtelt lóval a falu. A gabonás és a csűr közötti téren szekértábor támadt. Pompás szekerek voltak, moldovai paraszt szekerek, megcsodálhatta nálunk a kovács kerekes. Kerekük egyetlen hajlított fából készült, nem falfa darabokból, mint a mieink, s olyan vasalás ült rajtuk, hogy nem győztük dicsérni. Cifrán kifestett szép nagy szekerek voltak. Addig ólálkodtam körülöttük, míg elcsíptem egy jó kövér őrmestert egymagában. Mondottam már többször, hogy a kövérekhez több bizalmam van. Vennék egy ilyen szekeret, kacsintottam felé barátságosan. Néhány ezer lejt nem sajnálnék érte. Az őrmester elmosolygott, aztán megvakarta a fejét. Bajos, nagyon bajos. De ha lehetne úgy, hogy a katonák ne lássák, de úgy nem lehet. Kár, búsultam ezen a tényen. Jól fogott volna nekem egy ilyen szekér emlékül is. Már indultam odébb, mikor a kövér őrmester visszahívott. Ha lenne egy másik szekered, amit helyette adnál, akármilyen rossz is. Bizony nincs semmiféle. Elvitték mind az előttetek járók. Néztük egymást szomorúan, én meg az őrmester, s egyformán bosszankodtunk mind a ketten, hogy ezen kellett a vásár, hogy megakadjon. Ma is sajnálom, mert olyan szekerem most már soha nem lesz többet. Este felé autón jöttek fel a beszállásról tisztek. 2 voltak csak, az ezredes meg a segédtisztje. Úriembereknek látszottak már az első perctől fogva. Regáti bojár családokból való mind a kettő, beszéltek franciául, németül, sőt a segédtiszt megjárta Angliát is. Meghívtuk őket vacsorára, s beszéltünk hosszasan vadászatról, könyvekről és emberekről, akiket ismertünk valamennyien. Voltak közös ismerőseink a magyarok között is. Kastélyuk urai, és ez a beszélgetés lassan megnyugtatott. Ezekkel már nem lesz semmi baj. Rendes ezred, előkelő ezred. Este fehér zászlós gépkocsi érkezett. Hatalmas termetű román őrnagy szállt ki belőle fehér karszalaggal. Udvariasan bemutatkozott. Micu Konstantin, vezérkari őrnagy, összekötő tiszt a román és magyar csapatok között. Érdeklődni jött, hogy nincs-e valami panaszunk az átvonuló katonaság ellen. Hát volt panaszunk.
elmondtuk a rablást. Az őrnagy elképedve hallgatta. Néhányszor összecsapta a kezeit, néhányszor a hajába markolt, és többször belenyögött. Hihetetlen. Lehetetlen. Végül roppant ünnepélyesen felállt. Higgyék el nekem, becsület szavamra mondom, ez az első panasz, amit hallok. Az első panasz becsület szavamra, Szatmártól idáig. De tessék csak rám bízni. Én garantálom, hogy azok a lovak és azok az ökrök két napon belül itt vannak. És a főhadnagy elveszti a rangját, becsület szavamra mondom. Én a nagyvezérkart képviselem itten, a nagyvezérkart. Itt felemelte énekelve a hangját, regálti módra, s a kezével kaparászó mozdulatokat végzett felfelé. Becsület szavamra. Ez az első panasz. Szégyellem magam, hogy ilyet kellett halljak a román hadseregről. Becsület szavamra. Csupa méltatlankodás volt, nagy barna kövér ember. Jegyzőkönyvet vett fel a panaszról, még azt is felírta, hogy hány száz lejest osztottam ki a többi állat megmentése véget, és közben egyre rázta a fejét, nyögött, sóhajtott, és emlegette a becsület szavát. Aztán elment, s megígérte, hogy másnap visszajön. Éppen készült a gépbe beszállni, mikor egy condrás román paraszt megszólította. Nekem is volna panaszom, domnule. Na, horkant fel az őrnagy, micsoda? Vett tőlem tegnap a tüzérezred, amelyik átment itten, 600 leért egy mázsazabot. És mikor fizetésre került a sor, csak 400-at kaptam, mert azt mondták, úgy van maximálva. Hát igazság ez, becsület ez. 400 leért nem adtam volna, inkább vigyék erővel. Te 600-at kértél, és azt megígérték mi? Mordult az őrnagy a beszéd zuhatakba. Meg hát, s a végén adtak 400-at, s rám kiabáltak, hogy ennyi az ára. Hát rendez, becsületez, törvényez, tolvajok törvénye. Őrnek kihúzta kövér termetét, s szigorúan dörrent az emberre. Az a tüzér ezred 10 kilométerre van innen. Ma este oda megyek, s holnap délelőtt 10 órakor itt leszek újra, s hozom a pénzedet. Megértetted? Becsület szavamra. Azzal beült a gépbe, becsapta az ajtót, s a fehér lobogós, kiskék gépkocsi lerobogott a kerttel. Az ember morgott még valamit becsületszóról és tolvajságról, nekem meg az az érzésem volt, hogyha nem lettünk volna mindnyájan jelen ennél a találkozásnál, a paraszt más feleletet kaphatott volna. Azon az estén nyugodt szívvel feküdtünk le. Most már nem érhet semmi baj. Előkelő ezred van nálunk, s a tisztjei úriemberek. Franciául, németül, angolul beszélnek. Semmi sem volt meglepőbb tehát, mint a hajnali zörgetés, mely felriasztott. Tessék felkelni gyorsan, mert feltörték a gabonást. Hé, a keservit, ez hiányzott éppen. Kaptam magamra ruhát, csizmát, ahogy lehetett, s igyekeztem ki. Szomorú látvány volt a csűr meg a gabonás, ajtóig feltörves, bent pokoli rendetlenség. A csűr, melyben a menekült család bútorai voltak, tatárdulás nyomait mutatta. Felbontott ládák, kihúzgált fiókok, elszórt, fehér nemű törött edény, és messzire a térség, csupa papíros, amiben a holmik becsomagolva voltak. Az ezred már akkor útban volt, befogtam gyorsan, s utánuk eredtem. 2 kilométerre a falutól értem el őket. Az ezredes, akit alig sikerült megtalálnom, kételkedve fogadta a jelentésemet. Kurtán kérdezgetett, és szemmel láthatólag bosszus volt, amiért ilyesmivel zavarom. A múlt esti úriember, mintha elpárolgott volna az éjszaka folyamán. Sem németül, sem franciául nem tudott, és a segédtiszt úgy méregetett éppen, mint valami alkalmatlan rovart. Azért megígérték, hogy végig kutatják a szekereket, és az eredményt megizenik Micu Konstantinnal. Hazadöcögtem. Otthon ez alatt már elkészítették a hiányzó dolgok jegyzékét. A menekült családot érte a legnagyobb kár. Szőnyegek, ágyneműk, ruhák, konyhaedények, asztalnemű, és rengeteg élelmiszer hiányzott. Értéke meghaladta a 200 000 lejt. Még egy gyermekbiciklit is elvittek a fosztogatók. A gabonásból zabot és árpát vittek.
Szerencse, hogy előkelő ezred volt, különben még fel is gyújtották volna az épületeket, vélte az ispán. De 10 órára pontosan megjött a fehér zászlós autó. Micu barátom még ki sem szállt jóformán, s már kiabálni kezdte. Megkaptam a lovakat, megkaptam az ökröket, holnapra itt lesznek mind, becsület szavamra. Ha én egyszer azt mondom, hogy megkerítem, akkor megkerítem. Tudott a gabonás feltöréséről is, és megvigasztalt, hogy folyik a kutatás. Felvittem a becsületes őrnagyot a verandára, szilvóriumot adtam neki. Megbecsültem nagyon, mert tudtam, hogy ő az utolsó román tiszt, akit látok. Kövéren és ünnepélyesen ült ott velem szemben, mint egy Buddha szobor. Látod? Énekelte, mintha színpadon lett volna. Egy ló sem hiányzik, egy ökör sem hiányzik, becsület szavamra. Még a tisztet is megtaláltam, akiről beszéltél. Őrmester volt, csak nem főhadnagy. Mindjárt gondoltam. A mi tisztjénk nem tesznek ilyesmit, persze, hogy nem. Egy buta őrmester volt. Nem akartam Konstantin barátom kedvét rontani, és így nem vitatkoztam vele. Mert vagy valóban utána járt a dolognak, s akkor tudja éppen úgy, mint én, hogy főhadnagy volt, csak resteli bevallani. Vagy csak a szája jár, s akkor úgyis mindegy. A harmadik pohár szilvórium után benyúlt a zsebébe, s előhúzta a pénztárcáját. 1500 lejt számolt le elém az asztalra. Itt a pénz, mondta ünnepélyesen, amit a katonáknak adtál. Ennyi volt? Ennyi, mondotta. Büszkén nézett rá. A román hadseregben nem tűrjük az ilyesmit. Nyugodt lehetsz, már a hadbíróság előtt vannak, mind az egész a hadbíróság előtt. A lovak pedig holnapra itt lesznek, s amit a gabonásból elloptak, az is. Mert ilyesmi nálunk nem fordulhat elő, becsület szavamra. Azzal kiitta a poharát és elbúcsúzott. Arca sugárzott a megelégedéstől és az öntudattól. Barátságosan kezet szorítottunk. Szinte sajnáltam elengedni ezt a derékembert. Az autó mellett ott lézengett a tegnapi román. Mikor az őrnagy meglátta, magához intette. Itt a pénzed, és a tenyerébe számolt 200 lejt. A paraszt nézte a pénzt, és úgy tartotta a tenyerén, mint valami csodát. Akkorát csóvált a fején, hogy szinte leesett róla a kalap. Na, ezt se hittem volna, mondta őszintén. Mit te? Nézett rá megütközve, Micu Konstantin. Hát nem megmondtam neked, hogy ma elhozom a pénzt. Nem becsület szavamat adtam? Jó, jó, mondta csendesen a paraszt. Hallottunk mi ilyen beszédet eleget 22 éven át. Mégis mindig hazugság lett belőle. Az őrnagy szinte hátra rettent ettől a beszédtől. Miket mondasz te itt? Hát mi vagy te? Román vagy? A paraszt ránézett éppen az őrnagy szemébe. Román vagyok, igen. Mégis azt mondom, 22 éven át loptatok és hazudtatok. Miért hittem volna éppen neked? Vége a harmadik kazetta első sávjának. Vas Albert, jönnek. Harmadik kazetta, második sáv. Te vagy az első becsületes ember ebben a ruhában, akit 22 év óta láttam. Isten éltessen, és Isten segítsen, Domnule őrnagy, mert te becsületes ember vagy. Az első becsületes ember. Még a kalapját is levette a szegény román ember, annyira oda volt a tisztelettől. Az őrnagy nézte, kerekre nyílt szemekkel, megütődött arccal. Aztán keresztet vetett magára, s beugrott a gépkocsiba. A motor felnyögött, s az utolsó román autó, s az utolsó román tiszt elhagyta a falut. A történelmi hűség és az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az ellopott állatok egy része valóban visszakerült. Csupán 6 ökör és 2 ló tűnt el véglegesen, meg a gabonásból ellopott holmi.
Aznap még jött ugyan egy küldönc, hogy az ezredes megtartotta a kutatást, és nem talált semmit, csak egy téli kabátot, meg egy üres pálinkás üveget. De azt is izente, hogy kutatni fog még. Több hír aztán nem jött tőle semmi. A sorompó lehult. Sietni kellett a díszkapuval. Lovas legény jelentette, hogy a honvédek már a szomszéd falunál vannak, s délre megjönnek hozzánk. Néhány perc múlva már nem is emlékeztünk semmire, ami aznap történt. Ácsoltunk, szegeztünk, díszítettünk. Előkerültek a titkon vart lobogók. Színeiket mámorosan itta a lelkünk, s mintha részegek lettünk volna, olyan volt éppen. Néhány perc múlva már olyan távoli volt az egész. A román katonák, a rablás, az aggodalom. Honvédeket vártunk. Tudtuk, hogy ott vannak már a hegyen túl, s ez volt a legnagyszerűbb érzés, amit valaha éreztünk. Te, szegény magyar testvérem, valahol Budapesten, vagy az Alföldön, vagy távol Dunántúl, sajnállak, mert te nem ismerheted ezt az érzést. Nem tudhatod, mi az honvédeket várni. Sajnállak, mert te nem éltél rabságban 22 évet, nem szenvedtél megaláztatást, nem tűrtél idegen parancsot. Téged nem üldöztek, nem raboltak, nem voltál megvetés céltáblája magyarságod miatt. Te nem is tudhatod igazán, hogy mi az, amit mi éreztünk akkor. Nem lehet szavakat találni erre, és nem lehet mondatba foglalni ezt. Csak érezni lehetett valami szépet és nagyot, ami hol összeszorította az ember torkát, hol nevetést bugyborékoltatott ki rajta. Hatalmas volt és nagyszerű a díszkaput ácsolni, díszíteni, öltözni tiszta parádés ruhába, kokárdát tűzni rá nemzeti színűt, és nem gondolni többet román katonára, szuronyos csendőrre, tiltó feliratokra, házkutatásra, hadbíróságra. És mi volt az? Zászlót tenni fel a háztetőre. Aztán ott állni az udvaron az öreg ház előtt, s nézni a zászlót, hogy lobogott a szélben. Csak nézni könnyes szemmel és levet kalappal. S a vénházat, mely mintha megfiatalodott volna, és úgy nevetett, ragyogott szemben az őszi nappal, és úgy emelte tetejével a zászlót, hogy egy fejjel lett magasabb körül a hegyeknél. Drága izgalmak voltak. A kapu díszítése, ide még egy fenyőág, oda egy kis zászló, aztán a felirat. 22 évig vártunk, most honvédek előre. Virág, sok-sok virág. És jött a román pap. Én is kellene beszéljek a fogadtatásnál, azt hiszem. Jól van, tisztelendő úr, beszéljen, beszéljen. Harag, bosszú, ki gondolt affélére akkor? Pétra is jött a hitvány. Széles kokárda a mellén, házán magyar zászló. Segítenék én is. Nem voltam rossz ember. Jól van, jól. Fogja azt a lécet. Aztán készen volt minden, s már dél is volt akkor. Álltunk a díszkapu előtt, elől a magyarok ünneplő ruhában, hátrább a románok csak úgy egyszerűen. Pétra meg a pap tolakodtak folyton előre, de sápadtan nagyon. Puzsoni magyarjaival megjött a tiszteletes úr is. A beszédek sorrendjét tárgyaltuk, hogy ének, szavalat miképpen lesz majd, s lestük az országutat remegő szemmel, remegő izgalommal. Aztán az első porfelhő a távoli kanyarnál. Jönnek a mieink, itt vannak, jönnek. Gépkocsi, gépkocsi után tűnt fel a rétek mellett. Jönnek már, jönnek. Nem, ezt nem lehet leírni. Álltunk a díszkapu mellett, az egész testünk egyetlen szív volt, az egész utca egyetlen szív volt, s az egész világ egyetlen szív volt, és ez a szív úgy vert és dobogott, hogy nem lehetett már bírni vele. Ideges szavakat váltottunk gyorsan, ez odaálljon, az ide, beszéd, szavalat, ének, jaj, csak rendben menjen minden. Aztán már ott voltak. Ma is látom, elsőnek egy kerékpáros legény érkezett.
Arca, ruhája csupa por, de a szeme világított felénk. Testvérszem volt, a mi szemünk volt. Leányok szórtak virágot eléje, eléje és reá. Újjongtunk és ordítoztunk, sírtunk és nevettünk, énekeltünk és imádkoztunk. Őrültek voltunk abban a percben, igazán őrültek. A kerékpáros legény jött, ránk nevetett, intett a kezével, s áthaladt a díszkapu alatt. És már ott voltak mögötte a többiek. Kerékpáron és roppant gépkocsikon nevettek és integettek nekünk. És mi csak kiabáltunk ész nélkül, és dobáltuk rájuk a virágot. Rengeteg virágot, míg csupa virág lett az utca, és míg berekedtünk egészen. És úgy éreztük, hogy részegek vagyunk valamitől, és szédülten kavargott körülöttünk a világ. És nem volt beszéd, nem volt fogadtatás. Csak fegyelmezetlen, vad ordítozás volt, és az arcunkon könnyek folytak végig. Elfelejtettünk mindent, éneket, beszédet, fogadtatást. Álltunk a díszkapu két oldalán, és mozdulni sem tudtunk. Csak néztük a honvédeket, mieinket, a magyarokat, ahogy jöttek és jöttek, ágyukkal és roppant gépkocsikkal, és áthaladtak előttünk a kapun. Csak álltunk, és nem gondoltunk többet beszédre, fogadtatásra, nem gondoltunk semmire a világon. Csak néztük őket, és éjjent kiabáltunk, és úgy éreztük, hogy a szívünk ketté hasadt és szétnyílt. Kiömlött belőle minden, ami évek óta felgyűlt, s mesztelen csupas szívünk ott piroslott tisztán és feltárva a honvédek előtt, akik eljöttek, akik a mieink. Szerettünk volna leomolni az útra, hogy testünkkel tegyük puhává a köveket, ahová lábuk lép, hol gépeik dübörögnek. Szerettünk volna akkorát kiáltani, hogy mindenütt mindenki meghallja. Szerettünk volna felkurjantani az égbe, hogy Isten s az angyalok oda nézzenek mind és lássák. És nem csináltunk semmit. Csak álltunk ostobán, gyámoltalanul. Tátogott a szánk, szemünkből könnyek folytak, s a szívünk izzott pirosan, mint tűzből született pünkösdi rózsa. Így volt ez éppen így. Talán máshol színesebben történt, nagyobb veszedelem volt és nagyobb ünnepség, szónoklatok és énekek, szavalatok és díszes felvonulás. Nálunk csak így volt, ahogy elmondottam. Egyszerűnek, szürkének tűnhet. De eddig életünk értelme volt ez az idő, s nekünk legszebb, legnagyobb és leggazdagabb élmény. Utána ünnepeltünk még néhány napot, de azokon a napokon is kevesebb szó esett nálunk, s több esett másokról. Falunk alatt megszűnik az ország, s ez felhőt borított ünnepeink fölé. Azokra kellett gondoljunk mindig, akik odaát maradtak. Akik nem építhettek díszkaput, akik nem készülhettek díszes fogadtatásra, akik nem varhattak lobogót maguknak. Akiknek ebből az időből csak a nehéz jutott, mely nekünk nem volt egyéb, mint előjáték, tréfás átmenet. Akik nem nevettek és nem sírtak velünk. Pedig mióta világ a világ, együtt sírtunk és együtt nevettünk. Néhány napot ünnepeltünk így, bánacs öröm között. De mindig méltóságos komolysággal, ahogy olyanokhoz illik, kik keresztelőn s temetésen egyszerre vannak. Aztán felkeltünk az asztal mellől, szólottunk néhány csöndes szót, s indultunk dolgaink után. Szántani kellett s vetni, mert munkából áll az élet. S munkából épül a jövő is, ami erdélyi jövendőnk épülete pedig még csak éppen az alapzatot bírja. De az alapzat megvan. Kemény kőszikla az. Rajtunk múlik, igazán mi rajtunk, hogy mit emelünk reája. Várat vagy mulatót?
Volt híves falakat, melyeknek védelmező biztonságában család és nemzet talál menedéket súlyos időkben földrengések napján. Vagy cifra mulatót, hol léha cédaság tanyázik, s csak addig áll, míg megremeg a föld. Rajtunk múlik ez. És ezért mielőtt útra bocsátanám ezt az írást, mely kis emberek tanulja nagy időkben, néhány szót akarok szólani még. Azokhoz először, kik honvédeink nyomán erre a földre lépnek. Az jöjjön csak ide, aki testvért keres, nem pedig koncot, akit ennek a földnek szeretete vonz, s nem a megmaradt zsírja. Sokat szenvedett föld ez az ország, áhítattal tegye lábát reá, aki messziről jön. S a házigazda rajta mi vagyunk, és ez a házigazda, bár üres zsebekkel áll, de sokat küzdött, sokat tanult, és erényekben gazdag. Léha viselettel meg ne botránkoztassa haszonleső vendég. S szólok hozzátok, testvéreim, Erdély bajvívó magyarjai. Ne szédítsen el benneteket a fény. Nézzetek néha magatokba is, s a határokon túlra, ahol sötétség van. Sötétben jobban ítél az elme, s a célt ritkábban téveszt az akarat. Olyan az öröm, ha hosszasan tart, mint vakító fényszóró, mely mögött pusztulás rohan az életország útján. Dolgozzatok! Kevés szóval, sok cselekedettel. Tegyétek félre magatokban az átélt rosszat emlékeztetőnek. Jól fogaz, könnyű örömök napjaiban, hogy súlyosabb legyen tőle a lélek. Régi hibákba vissza ne essetek. Szorítsátok egymás kezét még jobban, mint eddig, s ne fussatok külön-külön kis célok után, mert nincsen út más, csak egyetlen egy, s ezen mindenki egyért, egy mindenkiért. Eszetekben tartsátok a parancsolatot, ahogy azt súlyos idők vallani tanították. Szeresd a te népedet, nemzetedet, jobban, mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat, s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek rajta. Ha ezt megtartod, szenvedések népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet minden időkben, úgy legyen. Mert mondom néked, a történelem kereke gyakorta fordul, s néha jót fordul, és néha rosszat. Az marad meg rajta csupán, ki igazsággal jár, és keményen markol. Ha pedig elfelejti a ti fületek a nemzet törvényeit, miket 22 éven át vérrel és kinnal tanult, s ott kezditek el újra, hol annak idején abba maradt. Bizony mondom, pusztulás lészen akkor, és dök halál. Vasas Szent Gotthárd, 1940, november hó. Vége a harmadik kazetta második sávjának.